Drága magyar testvérek! Drága magyar testvérek! Ezt érdemes nézni, most ezt egy perces néma áhítatot kérek. Ezen az arcon minden látszik. Mit is ír a szem, azt mondja, hogy még pont, hogy mi a kedvenc az Izrael, és mi van még, ami érdekes? Újságírás. Újságírás is. A szex az biztos nem, mert partner nem talál. De a lényeg az, hogy ez az arc. És ez olasz. Ez olasz. Aztán a holland, aki ugyanígy néz ki, van a német, aki hasonlít rá, aztán van ez a belga, ugye a flamand meg a valam, középütőben ezért a bor. Igen, szóval gyakorlatilag ezek akarják megmondani, hogy mi hogyan éljünk és mit csinálunk. Ez nagyon fontos egyébként, és ez nagyon fontosnak tartom, hogy az emberek ismerjék föl, hogy ki az ellenség. Nekem a fatárom azt mondta annak idején, fiam, tanuld meg, hogy kicsodák ők, mert több ezer éve arra vannak képezve és trenírozva, hogy téged átvágjanak, kiraboljanak, letaposjanak, kiberezzenek, földön futóvá tegyenek. És mondja neki, fater, de hát most fogalma, azt sem tudta, hogy mi az. Fogalma sem volt semmiről, az ember 10 éves, fogalma sincs, hogy miről van. Jó. És akkor a fatárom azt mondta, hogy figyelj ide, kimész az erdőbe, találsz egy kis kígyót. Az egyiknek is két vége van, meg a másiknak is. Az egyik ez egy kis sikló, az hazavéheted akár a nyakadban is, semmi nem történik, a másik egy viper, a megban és meghalsz egy óra múlva. Ezért kell megtanulnod. Mert ők viszont pontosan tudják, hogy mi nem közéjük tartozunk. A magyar tudja, hogy ki az, aki nem az ő barátja, és ki az, aki az ellensége? Mert ez a kérdés, és hozzá kell tennem, hogy nem az a kérdés, hogy ők mit csinálnak, az a kérdés, hogy erre mi milyen válaszokat adunk. Tehát nekem, aki azzal jön, hogy így a cigányok, meg úgy a zsidók, meg ez, meg az, meg a drága magyar testvérem, te mit teszel azért, hogy ez másképp legyen? Teszel valamit egyáltalán? Megteszed, amire kérünk, akkor, amikor, és úgy, és ahogy? Nem, akkor nem kell bőgni, nem kell ugatni, nem kell hörögni, nem kell sírni, állj be a sorba, olyan leszel, mint a kutyus, láncon, körbe-körbe, kapsz enni, néha azt, amit adnak, annyit, amelyet kapsz, ugatni lehet, és ezzel be van fejezve. Ugatni lehet, vagy le se szarják. Tehát ebből kell kiindulni. Hú, de jó, hogy ezt megtaláltam, ez nagyon megtisztelés. Sajnos nem fér be a múzeum profiljába, pedig kitenni. Ebbe kell csinálni egy másik múzeumot. Na mindegy, szóval a lényeg az, hogy ez a legnagyobb baj, hogy az emberek, és most akik itt vannak, azok érdeklődnek, törődnek azzal, hogy mi történik az országban, de azért lássuk be, hogy az emberek többségét abszolút nem érdekli, hogy mi történik. Szóval tényleg adja az egész, hogy győzött a kedvenc csapatom, az, hogy meghozta a 3-4 sőt estére, legyen 6, most teljesen mindegy. Időnként leköpi a tévét, pofán vágja az asszonyt, és ez el van intézve. És ezzel be van fejezve a történet. És ez az egyetlen egy oka annak, hogy az ország így tart. És meg kell mondanom, hogy sok esetben a székelyek példáját tudom felhozni, akik a maguk kis közösségeinkben és a maguk kis világában rendben tudják tartani a cigány kérdést. És pont kint voltunk Csíksomban a búcsún, egy állatorvos házaspárnál szállunk meg mindig, és jön haza földugva a cigányok, ezt csináltak, azt csináltak, a lovak bemettek ide, oda, ezt el, kész. És mondom, mi van most? Azt mondja, most mindenki csülökre. És megyek a kocsma fele, és látom, hogy jönnek ilyen mikrobuszokkal a székek, csípadarok, eljen voltak, olyan fütykösök, minden. Mi lesz itt? Végzünk velük. Kész. Úgy, ahogy volt, szétverték az egész cigánysort, úgy, ahogy van mindenkit, lebombázták, és azt mondták, hogyha a legközelebb még egyszer történik valami, akkor még föl is gyújtják őket. Ez az egyik része. Na most elmondom a másik részét is a dolognak, hogy télen a cigányoknak adnak fát, tehát ne fagyjanak meg a gyerekekkel,
csak nekik kell kiválni, vagy összeszedni, nekik kell hazafuvarozni, és valami munkát kell végezni a közösségnek, mert az kap, aki valamit be is tesz. De olyan nincsen, hogy csak kiveszek. Hát én ezt megtanultam annak idején a nagyanyám spejzában, amelyik egy csodálatos spejz volt, szóval csak szuperlatívusokban tudok róla beszélni, mert itt a Csabán mondjuk az nem egy nagy dolog, hogy lógnak a kolbászok, de az, hogy savanyúság lecsavanyítva rétegenként az összes fajta, az uborkától a zöldinyéig és mind a másikba káposzta, a birsalma sajtól kezdve, a rumos megyik, minden eltéve, tehát olyan volt a spejz, bementük is az ember egy délre. Na mindegy, a lényeg az, hogy a nagyanyám az rendszeresen hajnalba kelt, és hajnalban magára tett egy kötényt, és hát abban a kötényben tettve egész nap időként, hogyha odafutottunk hozzá, és taknyosak voltunk, akkor így megfújtott, hogy ide tett a kötény, és belefújtott, hogy menj, azt hiszem tovább, mert futottunk tovább, de mindegy, szóval abban fújtuk az órukat, minden. És a lényeg az, hogy ahogy nőttünk fölfele, rájöttünk, hogy hát a spejzban itt nagyon jó dolgok vannak, és akkor jöttek a különböző trükkök, almák fönn voltak a tetején, az összes almának megettük a B oldalát. Nagymúteri végignézegett az almák a csorban, nézzük, hogy végigmente. Nem látta, hogy mögötte semmi nincsen. Azért a rumos megyről leszítuk a levet, visszatöltött a bálaszörppel, kutyultunk. Akkor amit eltett, mindent megettünk el, hát nem. És akkor erre a nagymúter rájött. És akkor a nagymúter csinált egy komolyat, hogy bezárt a kulcssal a spejzot, ami ugye az egy meglehetősen bizalmatlan lépés az unokákkal szemben. Bezárt a kulcssal, és betette ebbe a kötényébe, és az egész nap rajta volt a kulcs. És ez a lényeg a dolognak, mert tulajdonképpen ezzel be is fejeztem a történetet. Az nem működik, hogy akár a nagyanyám, vagy akár az ország népe egész évben dolgozik, mint a güzű, viszi be a kamrába a dolgokat, mások pedig számolatlanul lopják ki. El kell venni tőlük a kamra kulcsát. És bárki, aki azt hiszi ebben az országban, hogy őket érdekli, hogy ilyen pártot csinálunk, vagy olyan pártot, vagy menetelünk, vagy ordibálunk, vagy sírunk, vagy bármi történik, hogy ez izgatja őket. Egyetlen egy dolog izgatja. Bekerül egy jobbikos képviselő a közgyűlésbe, megyeibe, vagy a városiba, vagy a parlamentbe, és azt mondja, vegyük elő a tavaly előtti szerződést, amit kötöttetek? Hogy ki mennyi volt? Hogy volt ez? Na, ettől félnek. Ez az egyetlen egy dolog, a lóvé, a lé, a suska, a gempa. Ez a dolog számít, a többi nem érdeklő, a többi az mind porolás. Csak az számít, hogy mennyi pénzt tudnak kinyúlni abból, amit ez az ország begyűjt, behoz az emberek. Nem ők, nem az elit, őket fillért nem visznek be. Az emberek, akik drehálnak, akik kapálnak, akik dolgoznak, csinálják a dolgokat, az élet különböző területét. És addig, amíg ebben nem történik változás, meg kell mondanom, addig nem fog semmi se történni. Egyre rosszabbnak látom a helyzetet, egyre szorul a hurok. Egyetlen egy esélyünk van, és ez egy nagyon lényeges esély, hogy a Pravdának az angol nyelvű külön számában már megírták, hogy az Unió, az Európai Unió az gyakorlatilag tetszhalott, és bármelyik pillanatban széthesett. És gyakorlatilag az, amit itt betettünk, és ami történt az Unió kapcsán, ez nagyobb veszteséget fog okozni nekünk és az összes többi országnak, mint például a KGST volt. Pedig azt sem tudja, hogy akármilyen bukta. De ez még nagyobb lesz. És most kiderül, hogy az a sok görcsölés, hogy a disznók kapjanak tükröt, meg gumilabdát, meg ütőjét, hogy az uborka a görbületi szabálynak megfeleljen az összes uborka, mert ez már nagyon görbe, csak ennyire legyen görbe, és a többi, ez mind felesleges volt. Pénzkidobás, meg közben az osztrák vagy a holland gazda ugyanúgy csinálja a sajtot, meg minden, mint ahogy 500 évvel ezelőtt, nálunk mindenféle hülyeséget kérnek, amit egész egyszerűen nem azért nem teljesítenek a magyar gazdák, mert nem akarják, hanem mert nem képesek rá. Mert a
béka seggje alatt él mindenki. Napról napra élünk én is, és mindenki más ebben az országban. Így nem lehet reagálni azokra a dolgokra, amik föntről érkeznek. A kérdés az, hogy mi történik. Ha az emberek továbbra is kussolnak, akkor még rosszabb lesz, majd még egy kicsit rosszabb, és még rosszabb. És annyit szeretnék elmondani, amit minden alkalommal elmondok, tudom, hogy mindenkinek van félteni valója, és mindenkinek van veszíteni valója. És mindenki félti, hogy elveszíti ezt, azt, amaszt. De drága magyar testvéreim, ha mindenki ezt csinálja, akkor ennek az lesz a vége, hogy mindenki el fog veszíteni mindent! A dolog logikája az, hogyha ezzel a demokratikus berendezkedéssel és ezzel a választási rendszerrel a választók tudnák befolyásolni az életüket érintő eseményeket, akkor nem hagynák, hogy ez legyen. Ezzel semmire nem lehet menni. De mondom, a jelenlegi rendszerben én nem tudom elképzelni, hogy lényeges változás legyen, illetve egy esetben tudom elképzelni, hogyha a magyar vezetés, vagy a magyar országgyűlés, hogyha a világpolitikai helyzetben beálló változások következtében tud valamit lépni, akkor azt meg is teszi. Sajnos a délszláv háborúnál és a bombázásoknál, meg más eseteknél, például a Kárpátalja esetében, ugye az is egy ismert eset, nem lépték meg, amit meg kellett volna és meg lehetett volna lépni, és azóta már egész más lenne a helyzet. Már nem volna délvidéki probléma, és nem volna Kárpátaljának kérdés. Most megjelent egy, nem tudom, hogy ki látta ezt az anyagot, megjelent egy anyag, ahol orosz elemzők próbálják jelezni, 2035-ben hogyan fog kinézni Európa, és nagy valószínűséggel Szerbia, Erdély és esetleg Felvidéknek bizonyos részeit vissza fogják csatolni, mert nem lehet fönntartani ezt a rendszert. Mert az, hogy a fészkes fenébe lehet, hogy amikor már amerikai és angol elemzők már 20 vagy 30 évvel ezelőtt már jelezték a Szovjetunió felbomlását, jelezték Kelet- és Nyugat-Németország egyesülését, Csehszlovákia kettéválását, Jugoszlávia, az is egy tákolmány, olyan tákolmány, mint egy hokedi, az is szét fog esni, és most már az oroszok is azt mondják, hogy nem fogja tudni megtartani a csecseneket, mert nem tudom már kit, nem is tudom, mert két köztársaságot mondta, írtak le, hogy nem fogják tudni megtartani őket, pedig az nagyon nagy szó, mert elég nagy erőszak van ott, és elég nagy erő van. Nem tudom, mindesetre az a lényeg, hogy lesznek változások, mindig az a kérdés, hogy azok az emberek, akiket mi megbízunk, hogy bennünket képviseljenek nemzetközi porondon, és a világban azok megteszik, amit kell. Martonyi Jánossal ez nem működik. Ezzel abszolút nem működik. És az a helyzet, hogy egyre inkább látszik, hogyha megnézzük azokat az anyagokat, hogy milyen rendezvényeket csinálnak most már Magyarországon, milyen zsidó rendezvények vannak, most már Kárpát-medencei zsidó világkongresszus, és benne van a máramarosi, az ilyen délvidéki minden. 10 éve, de nem lehet, hogy 20 éve mondom, hogy a Kárpát-medencei magyarság, vagy a Kárpát-medence egységesülni fog. Csak hogyan? Csak hogyan? Egyben fogják ezek tákolni maguknak. Nem nekünk, maguknak. És ez a dolog lényege, ezt kellene tisztán látni, és ehhez kellene olyan politikusok, akik tájékozottak, vagy ha nem tudja, hogy mi a helyzet, akkor kérdezzen meg valakit, aki vagy az orvosát, vagy a gyógyszerészét, vagy mindenesetben, valakit kérdezzen meg, aki jobban tudja nála, hogy mi történik, mert ezek folyamatok a világban, és ezeket a folyamatokat nem percekben, meg nem 4 éves választási ciklusokban, hanem 30, 40, 50, 100 éves távlatokban tervezik. És ezeket nem veszik észre, akkor megint itt leszünk a saját hazánkban, mint ahogy ezt is elmondtam már, palesztinok leszünk a saját hazánkban.